Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a kormány által előszeretettel dollárbaloldalnak nevezett, kétségkívül Amerikából pénzelt balliberális oldal hazaárulásait már unalomig ismerjük. De miért képvisel a kormány is idegen érdekeket, például Izrael kapcsán? A Mi Hazánk mozgalom a terrorizmus minden formáját elutasítja, mélyen elítéljük a fegyvertelen civilek lemészárlását. Ilyet a hosszú évtizedek óta tartó izraeli-palesztin konfliktus során mindkét fél részéről láttunk sajnos. Izrael és Palesztina esetében az ENSZ által is szorgalmazott kétállami megoldást támogatjuk. A harmadik világháború felé tartunk, ezt meg kell akadályozni, ezért Magyarországnak nem volna szabad támogatni a háborút. Meg kell állítani a háborús őrületet, mert minden kioltott élet valójában csak a globális irányítók érdekeit szolgálja. A gázai övezetben már most sokkal több civil halálos áldozat van, mint az ukrajnai háború közel két éve alatt. Az izraeli áldozatokhoz képest már most 20-szor annyi palesztin áldozat van, csak a megölt gyermekek száma 7000 fölött van már. Tömeges gyermekgyilkosság önvédelemből? Gáza a gyermekek temetőjévé válik, mondta az ENSZ főtitkára. A népírtás mégis folytatja Izrael terror államként. Például az izraeli parlament alelnöke azt írta, el kell törölni a gázai övezetet. Egyetlen gyermeket sem hagyhatunk ott meg, és végül az összes ott maradtat el kell onnan űzni, fel kell égetni a gázai övezetet. Ezt írta le az izraeli parlament alelnöke, amiről persze például a magyarországi közszolgálati média nem tudósít, de a legolvasottabb jobboldali hírportálon a kuruc.info megtalálhatjuk a bizonyítékokat. És ezt a népírtást sajnos Magyarország is támogatja. Például december 7-én volt egy ENSZ szavazás az izraeli visszaeléseket vizsgáló munkacsoport létrehozásáról. 193 országból 12 szavazott csak nemmel, köztük Magyarország. Államtitkár úr, az izraeli háborúval kapcsolatos magyar parlamenti nyilatkozatot valójában azért nem szavazta meg a Mi Hazánk mozgalom egyetlen képviselője sem, mert az egyoldalú kiállás volt Izrael mellett, a béke helyett háborús úszítással ért fel. Nagy koalíciós összefogással leszavazták a Mi Hazánk mindhárom módosító javaslatát. A béke és semlegesség helyett az Izrael melletti egyoldalú kiállás fontos a dollárbaloldalnak és a sékely jobboldalnak egyaránt. A Mi Hazánk mozgalom egyedül maradt a béke pártján. Az izraeli határon szolgáló honvédjeink hazahozatalát is hiába kezdeményezte a Mi Hazánk. Ahogy Irakban és Csádban sem volna persze keresni valójuk a magyar katonákban, de magyar katonáknak, de a parlamentben sajnos egyedül maradtunk a javaslatunkkal. Miért nem hajlandó az izraeli határon szolgáló honvédjeink hazahozatalára, és a sékely jobboldal miért támogatja Izrael háborúját diplomáciailag? A semlegességünk és a béke helyett várom érdemi választ. Köszönöm, tisztelt országgyűlés! A interpellációra Mencser Tamás államtitkár úr válaszol, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Az interpellációjában vannak olyan mondatok, amelyekkel egyet tudok érteni. Nézzük ezeket, ha megengedi először. Idézem. A dollár baloldalnak nevezett kétségkívül amerikai pénzből támogatott balliberális oldal hazárulásait már unalomig ismerjük. Egyetértünk. Következő. A soha nem látott pusztítást hozó harmadik világháború felé tartunk, ezt kell megakadályozni. Ebben is egyetértünk. Az orosz-ukrán háború kapcsán is, illetőleg a közel-keleti helyzet kapcsán is. Azonban sajnálatos módon vannak itt olyan mondatok is, amelyekkel nem tudok egyetérteni, tisztelt képviselő úr. Például ön azt állítja, hogy a kormány idegen érdekeket képvisel. Az jutott eszembe, hogy ma itt volt, megtisztelt bennünket személyes jelenlétével és csodálatos kisugárzásával Gyurcsány Ferenc úr, az Ötödik Böszme a hazugságok koronázatlan akármilyen királya, a nagy mesemondó, és tudjuk, hogy ő képes bármit elmondani, független attól, hogy annak van-e egy csekély igazságtartalma, vagy nincs. Ezt ma is láthattuk és hallhattuk. Azt javaslom önnek, tisztelt képviselő úr, hogy ne kelljen versenyre Gyurcsány úrral a hazugságok területén, és ne mondjon ilyen butaságokat.
a kormánnyal kapcsolatban, mert egyrészt Gyurcsány úr önnel szemben ezt a versenyt meg fogja nyerni, nagyobb rutinjára tekintettel, másrészt bedarálja önt is, aztán egyszer csak arra ébred, hogy ott ül Jakab Péter mellett a kakasülőn, és hát ezt nem kívánhatja magának. Ami a közel-keleti helyzetet illeti, egy terrortámadással indult ez a mostani tragikus helyzet. Nem szabad elfelejteni ezt, tehát a kezdő momentum itt egy terrortámadás volt. Izraelnek joga van megvédenie magát, és joga van a terror ellen harcolni. Reméljük, hogy a terror elleni harc sikeres lesz. A második állításom az, ha már a harmadik világháborút említette, amelyet valóban el kell kerülni, éppen ezért el kell kerülni azt, hogy államközi konfliktus alakuljon ki a közel-keleten. A harmadik állításom az, hogy a civileket természetesen minden lehetséges módon meg kell védeni. A negyedik pedig az, hogy vissza kell térni az Ábrahám megállapodásokhoz, ahhoz az úthoz, amelyet az Ábrahám megállapodások jelentettek és jelentenek. Ugyanis beszélhet ön, vagy akárki más, bármilyen megoldásról, kétállami tervekről, akármilyen elképzelésekről. A valóság az is fontos, hogy bár onnan a parlament jobb széléről lehet, hogy a valóság az nem van izgalmas, de mégiscsak fontos, hogy figyelembe vegyük. A valóság az, hogy semmilyen elképzelés az elmúlt időszakban eredményt a béke és a stabilitás szempontjából a közel-keleten nem hozott, kivéve a Donald Trump ideje alatt létrehozott Ábrahám megállapodásokat. Így a magyar javaslat az, hogy az Ábrahám megállapodások értékeit és eredményeit egyrészt meg kell őrizni, kettő, meg kell őrizni annak a reményét és lehetőségét, hogy a térség az Ábrahám megállapodások útján tovább tudjon menni. A következő, amire szeretnék kitérni, az az, hogy mindig elmondja a katonákkal kapcsolatos megjegyzését, szeretném felhívni arra a figyelmét, amire Szijjártó miniszter is felhívta közelmúltban. Libanonban 16 alapvetően térképészeti munkával foglalkozó honfitársunk dolgozik ENSZ misszióban, és a térségben végzett munkájukat hasznosak gondoljuk, mint ahogyan ellentétben önnel Afrika stabilitása is magyar érdek, mert a káoszhoz, konfliktusokhoz és terrorhoz az vezet, ha Afrika instabil, nem az, hogyha Afrika stabil, éppen ezért mi Afrika stabilitásáért dolgozunk. Köszönöm, hogy meghallgattam. Megköszönöm államtitkár úr válaszát, megkérdezem, Kicsit elfogadja a választ, önni a szó. Elnök úr, államtitkár úr, elfogadhatatlan ez a mellébeszélés. Nem Afrikáért kellene dolgozni, hanem a magyar emberek biztonságáért, ezért inkább a magyar honvédek a magyar határon kellene felsorakozzanak. Gyermekgyilkosság önvédelemből? Államtitkár úr, erre az egyszerű kérdésre sem adott választ, inkább elkezdett itt gyurcsányozni. Gyurcsány Ferencet maguk nem számoltatták el, úgyhogy azzal kapcsolatban nem hiszem, hogy nekem volna beszámolni valóm. Ellenben ön arra sem adott választ, hogy miért nem támogatták december 7-én az ENSZ-ben szégyenszemre 193 országból csak 12 volt, amelyik nemet mondott az izraeli visszaéléseket vizsgáló munkacsoport létrehozására, pedig például az ENSZ amúgy osztrák emberi jogi főbiztosa is azt mondta, hogy Izrael könyörtelenül bombázza és kollektíven bünteti a gázai civileket. A gázai övezetben élő palesztinok totális borzalomban élnek, apokaliptikusnak nevezte ezt a helyzetet, éppen ezért az ön válasza sem elfogadott, mert ehhez asszisztálnak, mert a béke helyett Izrael háborúját, a népirtást támogatják.